Sziasztok, Szalai Vivi vagyok, és ez az első YouTube videóm. Már egy ideig ígértem, hogy elkezdem a YouTube csatornámat, de valahogy soha nem jött össze, de jobb később, mint soha. Megmondom őszintén, picit félek attól, hogy rossz lesz ennek a videónak a minősége, mert én beszereztem egy, ezt telefonnal veszem most fel, de beszereztem egy direkt erre egy ilyen kamerát, és senki nem szólt arról, hogy Jézus, hogy ehhez kell mikrofon is, úgyhogy igazából nem értek ezek a dolgokhoz, de majd belejövök, de én azt hittem, hogy azért így ennyi pénzért azért nem tudom hangot is felvenni, nem arra gondoltam, hogy csináljam a nagy bevásárlást. Nem baj, megrendeltem, legközelebb már azzal veszem fel, úgyhogy, de remélem ez sem lesz azért annyira rossz minőségű. Első videónak én egy ilyen ismerjetek meg jobban kérdezfeleleket hoztam el. Instagram story-ba kitettem, hogy tegyetek fel kérdéseket, úgyhogy válaszoljuk is meg őket. Úgy most vettem észre, megtudtam, hogy torokgyulladásom van, és most már kezdem látni, hogy ott nyakamon is, mert van egy hág, egy műtét miatt, és ahogy beszélek, konkrétan mozog, ennek nem, eddig nem mozgott így, de észre sem vettem, hogy torokgyulladásom van, mert májusban volt hangműtétem, azóta van egy ilyen folyamatos fájdalom, és így ezért nem tűnt, hogy torokgyulladásom van, de ha most halasztanám, akkor lehet, hogy megint nem kezdeném el ezt a csatornát, úgyhogy most már tényleg elkezdem. Nagyon sok jó kérdés volt, de azokat a jó kérdéseket, amiket most nem válaszolok meg, azt azért nem, mert később azt majd egy ilyen kifejtős storytime videóban szeretném megtenni, de na, most már tényleg kezdjük el. Mikor születtél? 1997, november 7, na aludjatok, de a korommal kapcsolatban rengeteget hazudok, de nincs mit ezen szégyelni, 97-es vagyok, 20 éves és Scorpio. Hol születtél? Szekszárdon, Tolnamegye vármegyéje, és ott is nőttem fel. Van házi állatod? Van. Van egy másfél éves kis csivavám, ami egyébként tök érdekes, mert egyáltalán nem vagyok kiskutyapárti, de szembe jött velem ez a kép. Öngyanúsan néz, tényleg egy titkos ügynök, szóval nem tudtam neki ellenállni, és egyébként nem is szabadott volna odavinnem, ahol éppen akkor laktam, mert teljesen állatmentes lakás volt, állatmentes, mindegy, de nem érdekelt, oda vittem, szóval, hogyha a volt főbélem, vagy is nézed, akkor ne haragudj. Van testvéred? Van egy bátyám, Zalán is van, egy húgom, Kata. Mi a végzettséged? Van egy érettségim, illetve egy sminkes szakmám, és egy szépségtanácsadói szakmám, illetve van szempillázásról, van szempillázásról oklevelem, szóval az nem olyan számít végzettségnek, főleg, hogy undorodom a szemektől, úgyhogy azt amúgy nem tudom, hogy gondolom. Nem is az, hogy undorodom, de félek tőlük. Ha a saját szemembe is belemegy valami, áragudjatok, de konkrétan kezd elmenni a hangom is, gondolom a torokgyulladást, meg a hangműtét, de ha kell, akkor papírra írom, amit mondani szeretnék, és ezt a videót már akkor is végigcsinálom, úgyhogy menjünk is tovább. Van tetoválásod? Nincs. Egyszer részegen csináltattam a Judaszám belsejébe, de az már kikapott. A testemre nem is tervezek nagyon. Szemöldök tetoválásom volt, de azt már elkezdtem kilézerezni. És alig várom, hogy kiszedje a lézer, mert akkor majd megyek hozzá szemöldök tetoválásra a legjobb az országban, szóval, hogy, és nem azért mondom, a legjobb barátnőm, de olyan élethű a tetoválása, hogy kedvenc könyv. Elkezdtem olvasni a Seven Husbands of Evelyn Hugo-t, de nagyon tetszett, de úgy vagyok vele, hogy nekem a könyv az inkább ősztél és tavasz, nyáron nem olvasok. Szerinted a barátaid melyik három szóval jellemeznének? Three words. Fú, szerintem... Eight letters. Erős, azt sokszor megkapom, hogy sok rossz dolgon átmentem, és hogy büszkék rám, szóval erősnek biztos, hogy gondolnak. Vicces, és megbízható. Mi a legrosszabb tulajdonságom?
Ez mind. Amúgy azt, hogy elkések, nagyon késős vagyok, és ez nagyon rossz. És nem azért, mert tiszteletlen szeretnék lenni, hanem egyszerűen mindig elszámolom az időt. Szerintem amúgy a késés az egyébként tiszteletlen dolog, szóval próbálkozom erről leszokni, de még azért van mind dolgozni. Hogyan képzeled el az életed 10 év múlva? Egy ideális világban, ami számomra sajnos nem Magyarországon van, 10 év múlva szeretnék egy komoly párkapcsolatot, illetve szeretnék majd gyerekeket is, és ezzel le is lőttem az egyik kérdés, mert volt az, hogy szeretnék-e gyerekeket és családot, és ilyen nagyon szeretnék. Egyébként a privát Instagramomon is, a nagy Instagramon is szoktam közeli ismerősökbe kitenni gyerekekről tartalmat, mert rengeteg gyerek van így a családomban is, vagy van olyan barátnőm már, aki szült, de egyszerűen szerintem a mai világban már felelőtlen kiposztolni több ezer ember elé a gyereket. Szóval, hogy én nem érzem ezt így komfortosnak, de nagyon szeretem a gyerekeket. Szerintem gyerek nélkül egyébként nem is jó karácsonyozni. Kevin! Már nem csak ezért szeretnék gyereket, de nem tudom, szerintem annyira édesek és kis tiszta lelkűek. Mindenképpen szeretnék. Kedvenc gyerekkori emlék. Ahhoz képest, hogy amilyen kemény múltam volt, nekem egyébként rengeteg kedvenc gyerekkori emlékem van, de talán az egyik az az, hogy nyári táborban voltunk a legjobb barátommal, a testvérem Fülöp, és ilyen délutáni csendes pihenő volt. El kellett mennünk így pihenni. És mi átmentünk egy másik faházba, és jöttek ellenőrizni, és ez nyilván a földszinten volt a faház, és ahogy hallottuk, hogy jött a tanár, gondoltuk, kiugrunk az ablakon, és a Fülöp ment elől, és ahogy ugrott, és hát ahogy próbált kiugrani, a lába beakadt a párkányba, és így hassal kiesett az ablakon konkrétan. Én összeestem és bepisíltem a röhögéstől. Szerintem azelőtt maximum 2-3 évesen pisílhettem be, de ez a sztori engem konkrétan folyamatosan kísért, mert hogyha egy komoly helyzetben vagyok, eszembe jut, és csak szimplán elkezdek kuncogni, és borzalmas. Sorry, this is just so... És hogy ahogy próbálom magamat leállítani, még jobban elkezdek nevetni, szóval mit kezdeni kell. Kedvenc hely, ahol jártál? Maldív-szigeteket mondanám, de... Maldív-szigetek. Nehéz döntés volt, de... Döntöttem. Hova mennél el, ahol még nem voltál? Vagy New Yorkba, vagy... Balmeg. Van olyan, amit bánsz az életed során? Everything. Ez elég klisésen fog hangzani, de szerintem egyébként a legtöbb klisé igaz. Én azt gondolom, hogy semmi nem történik véletlenül, és nagyon sok hülyeséget megcsináltam, főleg a 20-as éveim elején, de azért nem bánom, mert az formált azzá, ki ma vagyok, rengeteg hülyeséget megcsináltam, és tudom azt, hogy milyen embertípust kerüljek, milyen helyzetben már mit csinálnék másképpen, szóval nem igazán bánok egyébként semmit. Mire vagy a legbüszkébb magaddal kapcsolatban? Talán arra, hogy sok bántás, amit tényleg egész életemben kaptam és kapok, sem tett olyanná, hogy mindenkihez próbálok meleg szívvel és jó indulat találni, akkor is, hogyha mondjuk benne van a pakliba, hogy ő nem úgy fog hozzám állni, de én nem szeretnék senkinek plusz problémát csinálni azzal, hogy belerugok, vagy olyat mondok, ami nem szép, mert mindenkinek van elég problémája szerintem, és nem szeretnék lenni plusz egy. Úgyhogy erre így büszke vagyok egyébként, mert szerintem ritka az, amikor csak rossz dolog ér, és nem keseredsz meg, hanem próbálsz tényleg
életvidám maradni, illetve jó indulatú. Ha találkoznál magaddal, szimpatikus lennél magadnak? Elnézést, nem vagyok benne biztos, de általában azt szoktam megkapni egyébként, hogy kellemes csalódás vagyok, mert nem tudom, ezt szoktam megkapni, úgyhogy lehet én is így lennék egyébként magam, hogy elsőre nem lennék szimpatikus, de utána meg, hát, de lehet, hogy nem tudom. Kedvenc zenéd? Amúgy az a jó zene, ami szólhat az esküvődön is, illetve a temetéseden is, szóval Young and Beautiful by Lana Del Rey. Milyen nyelveken beszélsz? Magyarul, angolul, egész jól, nyilván van olyan szó, amit nem tudok, de szerintem magyarul is van olyan szó, amit nem tudok, szóval de az angolom az egész jó. Németül és olaszul most tanulok, elég sok mindent megértek, főleg mert éltem is Olaszországban, és olyan részen, ahol olaszul is és németül is beszélnek, de a beszédem az még nem túl, nem vagyok magabiztos, de egy-két ital után azért már úgy ichlebedik. A példaképpen szüleim, mert tényleg igazából le a kalappal előttük, hogy mennyire mellettem voltak mindenben, minden nehézségen át, és semmit nem vágnak a fejemhez, hanem tényleg a legjobbak, és ha csak fele annyira leszek majd az életem során jó ember, mint ők, akkor én már nyugodt vagyok. Világszinten szeretném nézni, akkor nagyon mondjuk így karrier szempontjából, szerintem Kris Jenner, szóval, hogy szerintem az a nő lenyűgöző, amit így összehozott, konkrétan tarból várat épített, és nem is akármilyet, és egyébként tök vicces, mert érettségim, etika volt a választott tantárgyam, és arról kellett, ugye úgy van az etika érettségénél, hogy meg kell írnod azt egy 15 oldalas, nem hiszem, hogy 15 oldal, tök minden, nagyon sok, lehet, hogy szóra van megmondva, hogy mennyi legyen. Lényegtelen, elég sokat kellett írni. És az volt a téma, hogy gyerekhírességek, akik már felnőttek, és hogy milyen hatással volt ez rájuk. És nyilván beszéltem Lindsay Lohanről, a Kardashianékről, leginkább a Jenner lányokról, illetve Paris Hiltonról, és szerintem 2 óra alatt megírtam, szerintem ott az érettségén már ott szóban én meg kellett védeni. És szerintem ott azért gondolták, hogy se baj. Mi a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Hát ezt igazából nem kaptam senkitől, ezt az interneten olvastam, de az életedben, az életednek a 10%-a... Ne haragudjatok, ezt angolul olvastam, szóval... Az életednek a 10%-a az az, ami veled történik, de a 90%-a az az, hogy te erre hogyan reagálsz. És szerintem ennél nagyobb igazság egyébként amúgy így nincs az életben, és egyébként ez így nem is olyan egy tanács, de mégis elgondolkodhatom, hogy tényleg igazából mindig minden attól függ, ahogy te arra reagálsz. Bármi, azt nem tudod irányítani, hogy mi fog veled történni, szerintem nem is kell, mindennek megvan az oka. Nem azt kell keresni, hogy ennek, hogy ez miért történt veled, ami történt, hanem keresd meg a megoldást, hozd ki belőle a legjobbat, és ez az én tanácsom nektek. Ha tetszett ez a videó, akkor dob rá egy lájkot, illetve írd meg kérlek kommentből, hogy milyen tartalmat szeretnél tőlem látni. Kövessetek be Instagramon is, illetve TikTokon is, itt fogjátok majd látni, hogy hogy vagyok fent. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!